Újra! Alkotó energia! Ezzel a címmel indult videóverseny a fenntarthatóságért, melynek már az eredmény hirdetése zajlott. Kínl Gábor, a Forgass a Földért Alapítvány elnöke beszélt a verseny lényegéről. Tulajdonképpen kapcsolódunk a Paksi Atomerőmű által már 2016 óta hasonló címe megszervezésre kerülő programot, amiben tulajdonképpen, ha leegyszerűsítjük, akkor újrahasznosítás van, egy már nem használt termék, vagy valami miatt ugye elvesztette azt a funkcióját, amire eredetileg megcsináltak, és abból kialakítani valamit, és ez vonatkozik háztartásra, otthonra, külső helyszíneken, hogy mi mindent találnak abból, mit lehet csinálni. Szóval ez az alapja neki, ez az úgynevezett újrahasznosítás, vagy ahogy ők fogalmaznak ebben az alapkiírásban, tehát hogy ez szerepel, az a régi volt ilyen, hogy csináld magad mozgalom, hogy amikor valamiből valamit megcsinálsz, és az újrahasznos. Tulajdonképpen erről szólt maga, ez volt az alaptéma. A filmeknél bármelyik témába vártuk tulajdonképpen, 4 alaptémát jelöltünk meg, de bármiben vártuk a filmeket, rövid filmeket. Mi egyébként alapvetően a rövid filmek és versenyekkel foglalkozunk 2004 óta, 11 óta, 13 óta nemzetköziben van a Forgass a Földért világjáték, aminek ugye szintén ez a környezettudatosság, a fenntarthatóság a témája. Ott 24 órát kell rövid filmeket csinálni, 1 perces filmeket. Ennél ennyi hagyományosan működik, hogy meghatározott időintervallum alatt elkészített filmeket kell beküldeni, és hát annak történik a zsűrizése, illetve hát most az eredmény hirdetése. Ez a program azzal a céllal született meg, hogy népszerűsítse a meglévő értékek megőrzését, ezzel pedig a környezettudatosságot és a potenciális hulladék mennyiségének csökkentését, elősegítve ezzel a légkörvédelmét. Ahogy szokták mondani, ugye a zsűrinek mindig nehéz dolga van, de most nem volt olyan nagyon nehéz, megmondom őszintén, hogy a 42 alkotás, amit látott a zsűri, ez 2 körben ment, online zsűrizéssel zajlott az egész. Először kiválasztottunk 10-et egy előzsűrizéssel, és utána 10-ből került ki a 3 legjobb, ami most osztott lett a 3. hely, és így 4 filmet mutatunk be itt a tájékoztatón és az eredmény hirdetésem. Tehát soha nem volt még ilyen népszerű a rövid filmek készítése, a különböző effektek, illetve a mobiltelefonok használatával, és mivel ennek a használatát legjobban a legfiatalabb generációk ismerik, ezeknek az eszközöknek és technikai megoldásoknak a használatát, így nem meglepetés a számunkra, nagyon sok fiatal készített filmet, tehát gyerekek, mondhatom úgy, hogy gyerekek, de ez jellemző egyébként az elmúlt időszakban is, hogy a beküldött filmeket nagyon sokszor akár családi körben, családi környezetben, vagy pedig iskolai közösségben osztályok, iskolák állnak össze egy film erejéig, és komoly közösségépítő szerepe van. Ezt a 24 órás játéknál vettük észre, hogy nagyon sok ilyen típusú film, amit ilyen közösségek készítenek. Most is így volt ez, több iskola küldött be, volt, aki több filmet küldött be, de a győztes az idei évben egy úgynevezett papíranimációs film lett, egy budapesti filmkészítő csinálta azt a filmet. Második helyen a Kakasdi Általános Iskolának a filmje végzett, és a harmadik helyen pedig van érintettség az osztott helyezésnél, mert egy szekszárdi filmkészítő, és egy Nyírségből, egy Penészlek nevű településről érkezett film kapott helyezést tulajdonképpen. Hát lehetőség szerint az összes internetes felületre fölkerülnek most ezek a díjazott, a kiemelten díjazott filmek, illetve hát különböző programokban vagyunk érintettek, pontosan a 24 órás filmkészítő játék miatt a Forgass a Földért elnevezésű Shoot for Earth elnevezésű játékban, és márciusban elviszük a filmeket a Los Angelesben, lesz egy program ennek a kapcsán, és később pedig minden évben szoktunk filmeket küldeni. A Cannes Filmfesztivál mellett van egy ilyen világsereg, pont abban az időben szervezik, egy világ rövidfilm seregszemle, amiben mobiltelefonnal készült filmeket szintén eljutatunk. De nyilvánvalóan, hogy a valós erejét az a magyarországi megjelenések jelentik, a különböző internet
internetes felületeken és hát a médiában. Ez a verseny is segíti a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás általánossá válását. Új verseny. Arra kíváncsi, hogy milyen ötleteik, milyen konkrét, megvalósítható javaslataik vannak, egy kicsit divatos kifejezéssel, mennyire innovatívak a fiatalok ezen a téren. Látják a problémát, értékelik a tennivalókat. De mi a megoldás? És erre hogyan tudnak ők a saját formai, képi nyelvükön reagálni? Ennek a versenynek a gyújtópontjában tehát elsősorban az ötletek voltak, és nem annyira a filmes alkotói tevékenység, de amennyire én láttam, ismerem a beérkezett alkotásokat, műveket, nyugodtan mondhatom, hogy mindkét igénynek megfeleltek ezek a kis filmetűdök, tehát egyfelől sok-sok kiváló ötletet láthattunk, praktikus javaslatot, másfelől el kell mondjam, hogy fiatalok filmes kultúrája, látásmódja rendkívül fejlett. Erre lehet építeni, erre lehet telepíteni különböző a környezettudatossággal kapcsolatos programokat. A tanulság az, hogy a premiért újabb előadások fogják majd követni, megállapodtunk a Horgas a Földért Alapítványon arról, hogy a karral együttműködve a jövőben is megvalósítunk ilyen filmes programokat, illetve majd gyarapítgatjuk a versenyek, pályázatok körét, de legyen a jövő dallama. Szécsi Gábor hozzátette, a mostani digitális nemzedék, amelynek tagjai mobilokon, laptopokon kommunikálnak egymással, fogékonyabbak a globális problémákra, mint a régiek.